Ezek azok a székek, melyekben hamarosan művese kezelésre szoruló betegek ülnek majd. A szolnoki művese állomás ugyanis új épületrésszel bővült. Magyarországon 1993 óta gyakorlatilag multinacionális tulajdonban lévő privát szolgáltatók látják el a dialízist, de az OEP térítés keretén belül. Tehát azok a betegek, akik bekerülnek hozzánk ezekbe az állomásokba, azok nem tudják és nem is kell, hogy tudják ezt, hogy ki az a szolgáltató, akik mögöttük áll, hanem a kórházzal integrált egységként működünk együtt. Hazánkban 100 művese központ működik, 6000 beteg szenved krónikus vese elégtelenségben Magyarországon, ami miatt dialízisre szorul. Szolnokon 100 millió forintos beruházással 30%-kal bővítették a férőhelyek számát. A nefrológia és a dialízis központ egy nagyon szoros együttműködésben dolgozik, hiszen azért a betegeknek a gondozása, a megelőzés, a felfedezett betegeknek a megfelelő szakmai úton történő nyomonkövetése, ez borzasztó komoly feladat, és nagyon komoly feladat, hogy a két szakterület megfelelő módon tudjon együttműködni. A kiváló munkakapcsolatnak köszönhetően szoros az együttműködés az osztályok között. A dialízis központban eddig 100%-os volt a kihasználtság. A kórházba integrált művese állomás naponta közel 70 beteget lát el. Olyan sok a beteg, hogy az elmúlt időszakban éjszakánként is tele volt a központ, non-stop zajlott a művese kezelés. Megjelentek olyan diagnosztikus eljárások, amelyek a vese szempontjából nem éppen a legszerencsésebbek, de ugyanakkor szükség van rájuk, mert a betegek életét menti meg az a beavatkozás, amit a kollégáink a hemodinamikán, kardiológián végeznek. Új eljárások jelentek meg, az érszükület gyógyítása is fejlődött, és a cukorbetegek között is egyre többen élnek hosszabb ideig, akik azonban a szövődmények miatt művese kezelést igényelnek. Heti 3 alkalommal 3-4 órát töltenek itt a betegek. A beruházásnak köszönhetően a jövőben 30 beteget tudnak egyszerre kezelni, így nem kell éjszaka bejárniuk dialízisre megyénk vesebetegeinek. Modern műszerek között kellemes környezetben, tévé és egyéb szolgáltatások mellett tölthetik itt a kényszerűen kötelező órákat a paciensek.